Fidesz-KDNP-s ümegi szervezetének is sikerült aláírásokat összegyűjteni az önkormányzati választásokkal kapcsolatban. Mennyi dolog gyűjtötték össze? Igen, hát nem csak sikerült összegyűjtenünk, hanem elsőként gyűjtöttük össze, legalábbis úgy körülbelül, ezt lehet mondani, én, mint polgármester jelölt, 29-én, augusztus 29-én, pénteken délelőtt már leadtam 320 aláírást, és egyébként tegnap, tehát kedden volt az OVB-nek ülése, és meg is kaptam a határozatot, hogy nyilvántartásba vettek, és a kollégáim, a leendő képviselők is leadták egyébként, tehát hétfőn és kedden, szeptember 1-én és 2-án az egész csapat leadta az aláírásokat. Többen közülük egyébként már meg is kapták szintén az OVB határozatát, hogy nyilvántartásba vették őket. Nagyon sokan kihasználják az aláírásgyűjtést arra, hogy a választópolgárokkal beszélgessenek, ezt önök megtették-e? Természetesen nagyon nagy hangsúlyt fektetünk mi is a személyes kontaktusra. Minden képviselő jelölt némi hát segítséggel, aktivisták segítségével ugyan, de személyesen is gyűjtötte az aláírásokat. Ezt én is megtettem, és ez nagyon hasznos egyébként, hiszen így mondják el a választópolgárok, így nyílnak meg, elmondják, hogy ők mire gondolnak a városfejlesztéssel kapcsolatban, milyen problémáik vannak. Milyen elvárásokat mondanak a választópolgárok önöknek? Hát elsősorban, és ez nyilván nem túl meglepő, a munkahelyteremtés szerepelt mindig az élen. Tehát gyakorlatilag függetlenül attól, hogy milyen életkorú állampolgárral beszélgettünk, tehát most arra célzok, hogy a nyugdíjasok, akiknek nyilván ez már nem olyan égetően fontos saját személyes szempontok alapján, de mégis nyilván a gyermekeik, unokáik jövője miatt ők is az első helyen szerepeltetik ezt, hogy munkahelyeket kell sümegen teremteni, és ez egyébként hát találkozik is a mi elképzelésünkkel, hiszen mi is nagyon jól tudjuk, hogy ez a fő probléma most sümegen. Ehhez képest aztán másodlagos, harmadlagos az, hogy még milyen fejlesztésekre lenne szükség a belvárosban vagy a turizmusban. Egyébként ez is nagyon sok helyen megfogalmazódott, hiszen a választópolgárok is úgy látják, hogy a belváros fejlesztése az még egyáltalán nem befejezett, másrészt pedig, hogy valóban rendezvényekre van szükség, tehát hogyha most az idegen forgalmat nézzük, hogy rendezvényekre lenne szükség ebben a városban, ami igazán fel tudná pörgetni az idegen forgalmat. De, ahogy mondtam, a munkahelyteremtés az elsődleges, és én el is mondtam nagyon sok helyen, ahol erről beszéltünk, de gyakorlatilag mindenhol egyébként, hogy tulajdonképpen itt nem csak arról van szó, hogy valamilyen nagy üzemet, csarnokot idehozni, ahol több száz ember dolgozhat. Nyilván ez is nagyon fontos, de ez nem sikerülhet az új önkormányzatnak az első néhány hónapban. Viszont az első néhány hónapban már egy érezhető változást lehet elérni a pályázatok kihasználásával, illetve a munkaügyi központtal való jobb együttműködés kihasználásával. Tehát most arra gondolok, hogy a már meglévő cégek, vállalkozók tudnak foglalkoztatni majd úgy embereket, hogy gyakorlatilag még a munkabérüket sem kell majd kifizetni. És egy ilyen kisvárosban én úgy látom, hogy ez a 50-100 fős növekmény is, az is érezhető javulást fog hozni már az első fél évben, hogyha az új önkormányzat feláll.